Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket. VNTV-t, vagy Vivanatúra televíziót láthattok ezen belül is a VNTV könyves polcára című adássorozatunkat. Árvai Bálinttal beszélgetünk, aki egy jótpótlás tudományos alapokon című Facebook csoportot vezet, képvisel, ugyanakkor előző adásból, ha láttátok, eléggé jártas a jót kérdésében. Mögötte egy orvoscsoport áll, tehát nem egy fiatalember fantazmagóriáról beszélünk, és elég sok olyan tényt tudott velem is megértetni, amiről idáig nem volt ismeretem. Az volt az első adásunk címe is, hogy a jód az eltiltott jód barát, vagy jó barát, a jó barát a jód barát, akkor már is van egy újabb kedvenc szlogenünk, és az a lényege, hogy az a ajánlott napi jódbeviteli mennyiség jó esetben a pajzsmirigy működéséhez elég, ami már önmagában is egy áldásos dolog, de ugyanakkor megnéztük az egész vertikumot, hogy a hányféle szervünknek igenis szüksége van a jódra. Akkor arról is elkezdtünk beszélni, hogy a jód mint ellen, és akkor most spirituálisan közelítsük már meg a dolgokat. Régen általában úgy választották, hogy mi bizonyos szerveknek a jótékony hatása, hogy megnézték annak a szervnek az alakját, megnézték, hogy milyen hozzá hasonló alakzatú, színű gyümölcsöt, zöldséget, bármit találnak, és ez a két dolgot párosították. Mi már nagyon jól tudjuk, hogy a legfelsőbb rezgés szintünk az a lila színhez, a koronacsakránknak kötődik, és ugyanakkor ennek az ellemnek is ehhez a színkörhöz csatolható a tulajdonsága, és a magas szellemi rezgésekhez, a magas intuitív képességek kifejlődéséhez igenis nagyon nagy szükségünk van erre a rezgés szintre. Most ez feltétlenül jódból kapjuk, vagy más helyről is, ez most egy más kérdés, nem véletlenül a vonzalmunk a királykék és a liláskék színekhez, rásd a levendulának a levelei, elnézést, lővésem nincs, mennyi jód van a levendulába, de ne színhez kössük, és akkor abba az irányba szeretnék elmenni veled. Múltkor ott hagytuk abba, hogy a hasnálmirigynek milyen módon tud segíteni a jód, aztán az IQ-tesztekkel folytassuk, jó, hogy miért fontos az, hogy a szellemi frissesség, a tobozbirigy, a szabad gyökök elleni véd című kategóriát, és akkor itt egy mondatot, az elmúlt 20 évben folyamatosan azzal etették az embereket, hogy flórozni kell a fogakat, ugyanakkor tudjuk jól, hogy a fogzománcon keresztül nem szívódik át a flór, ugyanakkor az inakon, mert ugye nem lehet, hogy ez a nation, azt mondják, hogy a tobozmirigyet szinte megkeményítette, mint hogy egy falat épített volna. Igen. Rá, és innentől az intuitív kapcsolat a spirituális megéléseknek sokkal alacsonyabb szintjét tudjuk csak megélni. Igen, ugye az egész idegrendszer használja a jódot, és ezt fontos tudatosítani, hogy ez nem pajzsmirigy hormonon keresztüli jód használat, hanem direktben jódidot. Ugyanis az, hogy milyen szövetek, szervek használják a jódot, onnan is látni, hogy mik rendelkeznek úgynevezett nátrium-jódid szimporterekkel. Ezeket úgy kell elképzelni, a hogy... A szimportert majd jelenzük el a keresni. Igen, úgy kell elképzelni, hogy van a sejt, és ahhoz, hogy a sejtbe bejusson a jód, a vérben keringő jód, jódid, ahhoz kellenek ilyen kis szivattyúcskák, ez egy ilyen energiaigényes aktív transport folyamat, ami szivattyúcskák segítségével a szervek sejtjei beszívják magukba. De nem a receptorokon keresztül, hanem nem. A vízhidrát burkán keresztül, nem? Ezek transzmembrán fehérjék, tehát hogy van a maga a sejthártya, és abba beékelődve ilyen fehérjék, amiknek egy ilyen csatorna végül is az egész. Azért szeretem használni a szivattyú szót, mert ez egy energiaigényes folyamat, és a szervezet, hogyha jót hiány van, akkor ezeknek a számát lecsökkenti, mert minek tartson fent ugye szivattyúkat, amikor nincs mit szivattyúzni. Most onnantól viszont, hogy elkezdünk nagyobb dózisban jódot szedni, ezek elkezdenek regenerálódni, meg ugye a protokollnak még van egy-két olyan eleme, ami pont ezeknek a regenerációját célozza meg, és ilyenkor ugye újra kiépülnek ezek a sejtszintű jódszivattyúk, és elkezdik bejuttatni a jódidot a sejtekbe.
Az idegrendszer, ugye tobozmirigyet említetted, de hát a tobozmirigy is ugye mirigy, minden, ami mirigy, az jót használó, jót igényes, valóban ugye a fluorid hatására el tud így messzesedni, és hogyha az ember jót hiányos, akkor jellemző ez az állapot, viszont ha vízbe napi szinten megfelelő mennyiségben jódot, akkor ez tisztán tartja a mirigyrendszerét, gyönyörűen összehangoltan tud működni az egész mirigyrendszer, és ezáltal ugye az egész lelki állapota, vagy lelki beállítottság, vagy akár spirituális beállítottság is javulhat. Tehát hogy ezek ugye ez így össze vannak kötve, a mirigyrendszer az már egy ilyen átmenet, és mindegyik nagyon jót igényes. 15 évvel ezelőtt fogalmazódott meg egy mondat, még török professzorért, és sokat tanultam tőle a jód kérdésben, és azt a szlogent találtuk ki, hogy a jód az egészség oktánszáma, ugyanúgy, mint hogy milyen magas oktánszámú benzint viszünk a rendszerbe, azon múlik, hogy milyen jó az égetés, hatásuk, stb. És ahogy most beszélgetek vele, egyre inkább kristályozódik, hogy nem volt mellélövés. A következő az immunrendszer, amiről szeretnék beszélni, hogy az immunrendszer milyen módon tudja támogatni. Ugye immunrendszernél, hogyha fehér vérsejteket nézzük, akkor nekik van egy olyan képességük, hogy saját magukban 300 szorosára dúsítják fel a jódnak a koncentrációját. Ha nincs, ez nagyon érdekes jelenség, akkor meg olyat is képesek tudni csinálni, hogy vagy a tireoglobulinból, vagy a pajzsmirigy hormonokból kihasítják maguknak a jódot. Kilopják, és annak érdekében, hogy ugye ők ebből a jódból olyan anyagokat képeznek, szintetizálnak, amik nagyon hatékonyak az ilyen kórokozóknak a leküzdésében. Tehát az immunrendszernek egy elképesztően fontos bástyája lenne a jód. Immunrendszer bástyája, társa a jód. Menjünk tovább. Nyál és könyvmirigy. Ugye, ha elmegyünk például szaunázni, vagy sírunk, akkor érezzük, hogy ha elég sok só van a szervezetben, hozzáteszem, mert a sóhiányos állapotot jelentkezik először, amikor már a verejtéked és a könnyed se sós. Tehát ez most egy más dolog. Miért fontos nekik a jód? Ugye ők is ugye váladéktermelő mirigyek, és ezért... Tehát a szent szárazságuk lehet például? Akár, vagy ha valaki nem tud izzadni a mögött, tehát akár milyen meleg van, már minden problémája van, már rákvörös, és nem tud izzadni, az izzadság mirigyek is használnák a jódot. A nyálmirigyekre visszatérve azért van még nagyon fontos jelentőségük, így klinikai szempontból, mert van egy olyan vizsgálat, ugye a jódhoz kötődően több laborvizsgálat is van. Van ugye a jódtelítettségi teszt, amit most idén tavasztól sikerült egy laborintézettel nyélbeütni, illetve van egy olyan, amikor azt nézik meg, egy tesztadag bevétele után, ez 50 mg egyébként, hogy mennyi megy át abból a tesztadagból a nyálba, ahhoz képest, hogy mennyi van a vérben. És ebből ugyanis a nyálmirigyekben is vannak ilyen nátriumjodid szimporterek, kis szivattyúk, és hogyha azok jól működnek, akkor ugye sok jódot át tudnak szivattyúzni a nyálba, a vérből. És erre számolnak egy ilyen arányt, és ebből lehet arra következtetni, hogy valakinél a sejtszintű jód hasznosulás az mennyire hatékony. Nem csak a nyálmirigyek hát, szintjén. Akkor a szivattyúk jól működnek, hogyha ez a folyamat is működik? Igen. Ez egyfajta szivattyú, a nyálmirigynek a szivattyúja, de az a tapasztalat, megfigyelés, hogy a többi szervünknek a szivattyú is, ugye ők is regenerálódnak a jódszedés hatására, és ez egy praktikus teszt erre vonatkozóan. Van egy kérdésem, mert egy orvos szólít a fülembe, de nem én vagyok, csak én mindent hallok tőlük, hogy általában a jódbevitel kapcsán folyamatosan a vizeletürítésben vizsgálják a jód szintjét. Na most, hogyha ennyire aggályos, hogy minimális jód van bennünk, akkor milyen módon képes mégis a szervezet elengedni a jódot, hogy vizeletben üríti? A jódot a szervezet folyamatosan üríti. Tehát, hogyha valaki jódot szed, akkor a vesék ezt rendkívül hatékonyan a feles jódot a szérumból, a vérből ki tudják választani. Tehát a beszélgetés elején volt ugye egy kérdés, hogy most mennyi a sok jód, hát azt tudni kell, hogy a jód aranykorában napi több gramm mennyiségig használták. Mikor volt ez az aranykora jódnak? 1800-as évek második fele, 1900-as évek eleje. De akkor annyi tengeri... Nem, akkor már volt, akkor már megvolt ugye a jód felfedezése, volt káliumjodid, volt lugolódat,
tehát ezt tudták alkalmazni. És jó, most érzek is anakronizmust, és ez, nekem ez a dolgom, hogy azt mondjuk, hogy a szervek egymástól lopkodják a jódot, nagyon kevés van, igen. És akkor a vese nem tudja, hogy nekik még jó lenne ez a jód, és inkább kiürít a vizeletet? A szervetlen jód, amit ugye jódpotlásra használunk, az így viselkedik, tehát a szérumban megnő a szintje, de ezt a vese elkezdi rögtön lekezelni. Nyilván van egy lecsengése, és amíg ki nem ürül, meg van egy ilyen stacionárius szint is a végén, de amíg van egy nagy csúcs, addig a szerveknek van lehetőségük ebből beszivattyúzni magukba. Tehát ez ionos jód, mert be tud kötni elvileg, igaz? Igen. És ez jobban megmarad a testben. Tehát ezért fontos, hogy rendszeresen bevigyük. Tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy héten egyszer, vagy egy hónapban egy-két nap, hanem rendszeres bevitel, hogy a szervezet megtanulja ezt a hozzá tudja igazítani a mechanizmusait. Mióta ebbe élsz, betegségek, bármi problémád, egészség problémád volt valami? Nekem rengeteget segített az egész jód protokoll, tehát ezt tudni kell, hogy mellette ugye ott van a szelén, ott van a magnézium. A jód protokoll egy külön, majd többet provokáltál protokoll, de még vissza fogok térni a protokollra mindenféleképpen, tehát neked az egészség állapotod javult mindenféleképpen? Sokat, de most ugye nem belőlem kell kiindulni, itt a csoportban 4500 ember, számtalan ilyen sikert történet van, ezeket mi gyűjtjük, hogy milyen állapotok, milyen javulást mutattak. Tehát a pajzsmirigy, hogy forró göbön kívül nem tudsz olyan ellenjavallatot, amikor nem javasolnád. Hát van egy még ritkább, mint a forró göb, ez a struma ovári nevű petefészek göb, vagy petefészek struma, az is képes pajzsmirigy hormon termelni, de tényleg nagyon ritka, illetve... Hát elmondjuk azért, hogy felelősségteljes legyen az egész, illetve hogyha valaki vesebeteg, akkor mert ugye a vese üríti a plusz jódot, ezért náluk ugye ez csökkent ez a funkció. De csomó minden más sem szedhetnek, nem csak jódot. De a szervetlen törítve, ugye, meg, nem ide, nem menjünk be ebbe a szervetlen kérdésbe, a szívnél tartunk, szívizom, szabályozás el, hogy szelénnel együtt fontos. Igen, tehát egyrészt ugye, mint izom, egyik legfontosabb izomszövet a szervezetben, az, hogyha elérjük a teljes jódterítettséget, ugye ez 1500 mg, akár 2000-ig is elmehet az emberi szervezetben, ami megmarad jód, akkor annak egy jelentős része az izomszövetben raktározódik. Nagyon érdekes, de a szív abból a szempontból még ennél is speciálisabb, hogy a szelénnel együtt a jód az ingerület átvitelben is rengeteget segít. Tehát, hogy a szív ritmus a szabályos legyen, szép legyen, jól működjön, ebben nagyon fontos. Majd a protokollnál megbeszéljük a szelént. Akkor itt van, erről már kicsit beszéltél, a bőrrel kapcsolatosan, hogy például szaunában nem képes izzadni, ugyanez a helyzet talán? Igen, a bőr, hogyha elérjük a teljes jódterítettséget, akkor 300 mg, tehát 300 ezer mikrogram jódot képes tárolni. Tehát ugyanúgy, hogy azt hiszem a következő az a gyomor-béltraktus lesz. Még egyszer mennyit, mert az előbb beszéltük, hogy 1,5 g a teljes jódkészletünk, és ezzel képest a bőrben mennyi van? A bőrben 300 mg jód képes tárolódni ebben az állapotban. Ugye a bőr is egy védelmi vonal a környezetünk felé, amellett, hogy ugye nyilván vannak benne verejtékmirigyek, de ugye akár, hogyha a gyomor-béltraktus az egy belső védelmi vonal, de mégis a külvilág felé, ugye, a bőr is ilyen, hogy igényli és használja a jódot. Na, direktben. Akkor nézzük meg. Gyomor-béltraktus, bélnyálkahártya, védelem, sav és váladéktermelés. Igen, tehát ugye ami az emésztő csatornán belül van, az még nem a szervezetünkben van, tehát az még külvilág. Igen, ott találkozunk a külvilággal. Külvilágként fogható fel, és tehát az is egy védelmi vonal, ezért is jódigényes, illetve rengeteg váladék, ugye ilyen szekrétum kerül kiválasztásra, például hogy a gyomorsav, az ugye jóditból, ugye sósavat szintetizálnak a gyomorban lévő mirigysejtek. Ha jód hiányos az ember, akkor ezek, tehát ez a fajta szín átalakulás, gyomorsav termelés nem tud megfelelően végbe menni. És ugye ezt is sokan félreértik, hogy a refluxot mindig azt mondják, hogy gyomorsav túltengés, de gyomorsav hiány, illetve a lugos irányból eltolódás ugyanúgy okozhat problémát, és a reflux tünetei vannak. Ezek az érzékelők nem tudják, hogy most túl sok sav, vagy más anyag irritálja őket. Elérkeztünk ide a
Még egy gondolat itt, hogy a jódigényes szervek kapcsán, még a tobozmirigy, ugye ehhez kötve akartam igazából ezt elmondani, hogy ott a fluorid, ami ilyen ellenség kvázi, ami kiszorítja a jódot azokról a helyekről, ahol igazából neki, tehát a jódnak kellene lennie. De ugyanígy például, hogyha nézzük, az egyes ilyen klórvegyületek, van egy olyan anyag, perklorát az a neve, ez ilyen rakéta üzemanyag alapvetően, de gyakorlatilag az egész föld el lett szennyezve perkloráttal, ugye a légkörből ez lecsapódik, a biozöldségektől elkezdve vannak erre vizsgálatok, mindenben van. Ez a perklorát 30-szor jobban kötődik ezekhez a kis szivattyúcskákhoz, mint a jód. Tehát, aminek be kéne a sejtdepótolni. Aminek ugye be kellene jutnia, és tehát ezért sem elég ez a 150 mikrogram mosnapi ajánlás, ami a pajzsmirigynek a legminimálisabb szükséglete, mert annyira fel vagyunk mi is töltekezve, mert a környezetünk ilyen, ezekből az anyagokból, de beszélhetnék bromtartalmú égésgátlókról, ugye a brom szintén halogén, vagy gyógyszerekben rengeteg félében benne van a bróm. Ezek ugye súlyosbítják a jódhiányt, mert nem hagyják hasznosulni a jódot sejtszinten, illetve kiszorítják a szervezetből. És hogyha valaki elkezd jódot szedni ilyen mennyiségben, tehát a ortomolekuláris, ez a milligram mennyiség, 12-50 milligram környéke, akkor ez a jód elkezdi kiméregteleníteni ezeket a toxikus halogén anyagokat a szervezetből. Hány ilyen mérgező halogén van még bennünk? Tehát mondtad ezt a fluorgát? Főleg ez a három, tehát ugye a klorid az nem, ugye a só, hanem a klórnak akár aktív vagy más vegyületei. A fluor, a bróm, óriási probléma a bróm. Hát van ugye az asztácium, ami a jód alatt van, de az rendkívül ritka környezetben. De a brómot használják most már klór helyett a medence technikába, és az ugyanúgy szívódik. Óriási akkor probléma, akár bőrön keresztül, akár belélegezve. Akkor inkább a klór, mint a brom? Voltak erre vizsgálatok, kutatások, amikor még nem volt biztos az, hogy most mit rakjunk az ilyen uszoda vizekbe fertőtlenítőként, és vizsgálták a jódot is, és rendkívül jó hatása volt, jó tapasztalatokra számoltak be az úszók, nem csipte a szemüket, nem lélegezték be ugye ezt a klórpermetet, csak akkor már benne volt a köztudatban az, hogy a sok jód veszélyes, ugye idézőjelben. És milyen koncentrációban kell például az uszodavízbe beletenni? Tudsz ilyen adatot? Hát ezt fejből nem tudom. Jó, azt tud meg. Van kutatás. Például nekem is van egy kis medencém, és a bromton heróton van, klort nem fog beletenni, inkább két hetente cserélem a vizet, tehát ennyire. Hát a jód, ez egy jó megoldás van erre is, hogy ne. Uh-huh. Tehát ezeket kiméregteleníti, és ilyenkor lehetnek tünetek. Nagyon tetszik, ha hagylak mindjárt, tehát azt mondod, hogy a jód, mint jó barát, az összesen bennünk lerakódott, és gondolom nem csak ezek az elemek, hanem rengeteg szemét van bennünk, ezeknek az anyagcsere megtisztításában segít a jód mindenféleképpen. Igen. Mik ezek a megtisztuláskor kapcsolatos tünetek, amiket figyelnünk kell? Ugye a jód, mint halogénelem, direkt méregtenítő hatással, főleg a többi toxikus halogénelemnek a szempontjából van. Ilyenkor lehet ugye az, hogy elkezd valakinek folyni az orra, tehát ilyen vizes orrfolyás, nem nátha, hanem vizes orrfolyás, akkor kipattoghat a bőr, rosszulét, fejfájás, esetleg hasmenés, ilyesmi. Ugye erre szokták azt mondani, hogy ez jódizmus. Nekem lüktet a fejemtől egyébként, és akkor én azt mondtam, úristen, akkor biztos a pajzsmirigyemet hülyére pörgett, és ezért lüktet az agyam. Na most elképzelhető azért egy olyan tranziens állapot, amikor a szervezetnek hozzá kell magát kalibrálnia a magasabb jódbevitelhez. Ezért mondtad az első adásban, hogy lépcsőzetesen növelni. De hova jutottál naponta? Itt azért nem az a cél, hogy most egymással rálicitáljunk, tehát valaki nagyon jól érzi magát napi 12 mg-mal, valakinek olyan az egészségügyi állapota, hogy úgy tapasztalta ki, hogy akár ilyen 100-as, 150 mg-os napi bevitel, hogy ez... 100-150. Tehát ez már, hogyha nézzük, ezerszerese a jelenlegi ajánlásnak, de ez nem probléma, mert a jód az egyetlen olyan nyomelem, ami nagyszámú páciensnél hosszú időn keresztül az RDA, tehát a 150 mikrogramnak a 100.000-szeresében is szedhető. Jó, két dolgot mondtál ezzel kapcsolatosan. Egyrészt az a jód, amit teszed, abba ez az ionos jód is van, és az elemi jód is van. A másik, ami fontos információ, hogyha fölmennek a csoportodra, akkor meg tudják azt nézni, hogy hol van az a
a kutatóintézet vagy mérőlabor, ahol a nyáltesztből tudják a jódot mérni, ugye? A nyáltest még Magyarországon nem elérhető. Akkor ez még Németországban kiódott? Egész Európában nincs. Tehát a jóterítettségi teszt volt az első, amit szerettünk volna elérhetővé tenni. Ezek már speciálisabb vizsgálatok. Le van írva egyébként a jótkutatás, amerikai jótkutatási anyagokból, hogy hogy kell ezt nézni, de Magyarországon még nem elérhető. Dolgozzunk azon, hogy az legyen. Ez egy fontos információ, mert ugye most innen kezdjen elkezd gondolkodni, azt elmegy a patikába, mit fog kérni? Lugoló adat a neve, de ne ez legyen igazából az egésznek a végkövetkeztetése, hogy akkor most mindenki rohanjon Lugolért. Pont ezt akarom elkerülni, hogy kihez forduljon, amikor úgy gondolja, hogy a jóddal kéne foglalkoznia. Most jönnek az orvosok, akikről beszélünk, hogy a környezetében találja meg őket? Azt gondolom, első és legfontosabb, hogy legyen az ember tájékozott, legyen jól informált. Ugye most már egy évvel ezelőtt jelent meg a Gyógyító Jód című könyv, ez az első magyar nyelvű jódirodalom, tehát ami ide le van írva, ezt magyar nyelven még nem lehetett olvasni sehol. Tájékozottnak kell lenni, mert ugye elhangzanak néha jóddal kapcsolatban ilyen kijelentések, hogy kétélű fegyver, veszélyes, nagyon veszélyes. Emlőszintén, szerintem, mikor én leültél ide velem szembe, azért voltak nekem ilyen fajta averzióm is, és szerintem elég sokunknak. Igen, mert ugye, hogy mindig a pajzsmirigyre korlátoztam le a jódot, de most rá kellett döbbennem, hogy téves ismereteim voltak, illetve hiányos, bocsánat, nem téves, hanem hiányos ismereteim voltak. Az ember attól fél, azt tartja veszélyesnek, amit nem ismer igazán. Uh-huh. Tehát ugye most belénk súlykolták azt, de nem csak belénk, tényleg sajnos a szakemberek többségében is ezt szívták magukba a képzések során, mert ugye a félreértés után átírták ezeket az orvosi képzés anyagait, hogy a jód veszélyes, tehát a túl sok jód veszélyes, és ebből kifolyólag, mivel ott húzták meg a limitet, jelenleg ugye ez 1000 mikrogram a WHO szerint, ami azt mondják, hogy szerintük ez még a biztonságos bevitel. Ez még nagyon kevés ahhoz, hogy az összes jódigényes szervünket ellássuk, de mivel azt mondták, hogy e fölé nem lehet menni, ezért ha valaki csak ezekből indul ki, és nem jár utána, akkor esélye nem lesz arra, hogy annyi jódot vigyen be, hogy a többi szervét is ezzel ellássa. Úgy érzem, hogy két komoly kérdéssel még egy újabb adást megcsinálunk, és ez a jót protokoll lesz, amit mindig emlegettél, nem szerettem volna elmondani, illetve azok a globális jód mozgalomnak a magyar támogatói orvosairól is beszélgetnénk, hogy kedves néző érezze, hogy nem valami légből kapott dolog ez, de amit most szeretném megkérdezni, mikor bejöttél a stúdióba, ezt a kis fiolát a kezembe adtad, amiben milyen jód van egyébként? Elemi jód. Elemi jód van, tehát ez igazából a szervetlen jódnak a fajta, ami elvileg a spirulinában is. Nem, ilyenekben nincs, a noriba van, nori nevű tengeri algában van valamennyi, de amúgy a természetben viszonylag ritka. Ritka, oké. És majd utána elbeszéled azt, hogy hol bányászák a jódot, stb. Én ezt a kezembe vettem kint, és én ma már ez, amit most csinálok veled, azt mondom, 7. vagy 8. adás. És olyan mértékig le voltam energetikailag szívva, hogy azt mondtam, hogy ez a szegény manus, hogy hagyom egyfolytában beszélni, és most rezgés szinten szeretném neked elmondani, hogy ez az én nem tudom milyen rendszeremet, annélkül, hogy jódot vettem volna be, és ezt pontosan azoknak merném ajánlani, akik szenzibilisek, érzékenyek, hogy a jód rezgését ilyen módon is nyugodtan barátkozzanak vele, mielőtt elkezdenék a jódot nagyobb mennyiségbe fogyasztani. Ha azt is mondhatnánk, hogy a rezgés szinten homeopátiás jódbevitel történt, annélkül, hogy én most trilliárdszoros higításba alkalmazom a jódot magamon ilyen formában az üvegen keresztül, hogy ezek kapcsolatban van-e valami tapasztalat, hogy a jód, hogyha nem fogyasztott, hanem külsőleg valamilyen módon, most ugye beszéltük, esetleg vízbe tenni, vagy így elemi jódot a kezedbe tartani, van erre valami tapasztalat? Én hogy... azt gondolom, hogy az az alap, hogy azért fizikai szinten vigyük be. Aha. Tehát ezek a sejtek, ezeknek ugye fizikai jódra van szükségük, és ugye ilyen hatásokat tudtuk elni. Most anyagszintről beszélünk, ugye? De testlélek szellem harmóniába. Igen, egy átmenet már, amit már ugye említettem, a mirigyrendszernek, az idegrendszernek a kitisztítása, tehát akkor azért, hogyha már mondjuk ezt felfogjuk egy antennaként, akkor azért, hogyha az antenna az szépen jól fel van, ki van tisztítva, jól működik, akkor már azért tisztább az adás is ezáltal. Uh-huh. De én veszem a jódnak a rezgéseit. De valóban a jódnak egyébként nagyon magas a rezgése, és vannak ilyen hatásai, igen. Én azt szoktam mondani, hogy ez önmagában azért nem elég, de ez is mutatja azt, hogy mennyire
egy jó barátról lenne szó, amit félreismertünk és elfeledtünk. Egy jó barát, akit eltiltottak tőlünk. Hadd kérdezzem valamit, jódbányák merre vannak? Én nem találkoztam még velük. Régen a jódot úgy állították elő, hogy mivel ugye az a tengeri algák formájában a természetben az egyik legkoncentráltabbak, hogy alga hamuból különböző oxidációs módszerekkel nyerték ki. Tehát maga egyébként a felfedezése is, a 1811-es franciaországi felfedezése is így történt, hogy napóleoni háborúk alatt egy Bernard Courtois nevű francia tudós puskapor gyártás közben kísérletezett, és túl sok kénsavat öntötte az algahamura, és ebből szállt fel az elemi jód, onnantól van a felfedezés. Megérezte ezt a jó illatot, amit mi igen. A sóban, hogyha beleszünk. Ma már ez nem gazdaságos módja a jód előállításának, hanem ilyen gázmezőkön mélyből feltörő sósvízű kutaknak a finomításával, tisztításával. Legalább most már tudjuk, hogy a tengerbe is hogy került a jód, igaz? A tektonikus mozgások következtében az ásványanyagok azért beoldottak a tengervízbe, ebből lettünk mi is többet. Erre több teória is van egyébként, ami kicsit összekacsint azzal, hogy miért ilyen magas az embernek a jód igénye, és ugye most itt két nagyságrenddel nagyobb jód mennyiségekről beszélgetünk, mint ami a napi ajánlott bevitel. Erre többfajta elmélet van, hogyha valaki mondjuk a fizikai test kialakulásának így az evolucionista nézőpontját közelíti meg, akkor ugye ez a vízimajom elmélet szerint ugye az ilyen algafogyasztás, tengeri eredetű táplálékok nagy mennyiségű fogyasztása, ez nagyon jellemző volt. Ugye emiatt magas az omega 3 igényünk, a jód igényünk, meg még egy-két ilyen nyomelem. Viszont... Ez a vízimajom nekem nincs meglétszős. Hát ez külön adás lenne. Itt a Szendi Gábor tollából lehet erről jót olvasni, hogy akkor szerint ez miért megalapozott. Nagyon érdekes egyébként. Itt a hitrendszeri dolgokban most nem akarok belemenni, de van egy másik nézőpont, amit dr. Abrahamnek a jód újra felfedezőjének a tollából ismertem meg, és pont ebből kifolyólag, hogy a mélyről jövő sósvízű, tehát ahol ilyen gázmezők vannak feltörő kutakban, hogy miért sok a jód. És ő neki az a teóriája, egyfajta ellenpólusként az evolucionista megközelítéshez, hogy valaha a Földön a jód a talajban is megfelelő mennyiségben volt. Ugye most azt beszéltük, hogy a tengerektől távolodva egyre kevesebb, és a hegyvidéken meg nagyon kevés, de hogy nagyon régmúltban, mondom, ez az ő meglátásmódja, ez egy gyakori jelen volt a Földben, csak az özönvíz során belemosódott a tengerekbe, mert elmosta azt a felső gazdag táptal. Az első adásban pont erről beszéltünk, hogy Magyarország kiemelte jót hiányos, de azokon a területeken, főleg a Alföldnek azok a keleti részein, ahol elvileg valószínűleg több jód maradhatott meg az özönvíz következtében, Békés megye, Hajdú, még Szabolcsnak is a felső sarka, hogy ott aránylag jód ellátott, de ők ezt a 150 mikrogrammos alapot veszik. Igen. Figyelj, következő van. Én azt mondom, megint a nézőket már a második adatban is annyi információval toltuk tele, vagy jóddal toltuk, jó barátságú jóddal toltuk tele, hogy adjuk meg a lehetőséget, hogy három kérdés a téged támogató, illetve nem a mozgalmat támogató orvoscsapatot, a Gyógyító Jó című könyvet, meg a Jót protokollt elmondjuk a harmadik adásban, jó? Jó. Én megköszönöm neked, de ha majd visszanézed, meglátod, hogy olyan információ dömpinget öntöttünk a VNTV nézők edzett csapatára, hogy nekik is kapkodniuk kell a fejüket, és lesznek majd visszakérdezések, de ezt lehet ne hozzánk, hanem a Jódpotlás Tudományos Alapokon című Facebook csoportnak tegyétek föl, ahol a csoport tagjai fognak válaszolni. 4500-an vagytok, akkor szinte minden kérdésre majd jön válasz. És ezt az óriási információ mennyiséget a következő adásban kiteljesítjük és befejezzük, hogy a jód protokoll kapcsán megérezzék, megértsék, hogy milyen módon kezdik el a jódot fogyasztani, és hogy jussanak el arra szinte, ahol most te vagy. Egyébként kicsit tanul egészségesnek tűnsz, megjöttél itt a minuszokba egy szállunkba egy csokor virággal, ezt is nagyon értékeltük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portáján találjátok. Ezt az adásunkat, megelőző adást is érdemes megnézni, hogy mindent értsetek ebből is. Viszontlátásra!
Thank you.